Egyszerű a képlet, amennyiben a Kisvárda megnyeri mindhárom hátralévő mérkőzését, felkerül az NB1-be. Ezen az úton az első lépést vasárnap Gyulán teheti meg Révész Attila együttese, amely ősszel Gosztonyi góljával 1-0-ra verte Klaus László csapatát. A Kisvárda most is győzni szeretne, de nem lesz könnyű dolguk a vendégeknek, mivel a Grocsics Akadémia legutóbb felcsúton játszott gól nélküli döntetlent, hazai pályán pedig kifejezetten jól szerepelnek tavasszal a vasárnapi vendéglátók. A 3 pontot szeretnénk megszerezni, ugyanakkor Gyulán a Szeged ellen nagyon nehéz dolgunk lesz. Egyrészt nem a legjobbot sem a pálya, mivel több egyesület és csapat használja. Másrészt pedig ebben a tavaszi szezonban még a Szeged nem kapott hazai pályán gólt, rengeteg döntetlenje van. Az NB2-es sorozatban is 19 kapott góllal magasan a legkevesebb a mutatója. Ugyan keveset is rúgnak, egy erős középcsapat, amely elsősorban a védekezést tartja fontosnak, és pontugásokból vagy kontrából szoktak gólokat szerezni. A Kisvárda a legutóbbi fordulóban 2-1 győzött a Dorog ellen. Az akkori csapathoz képest minden bizonnyal több változás lesz a vasárnapi kezdő 11-ben. A szezonban szinte az összes meccset ugyanaz a csapat játszotta, habár a szerdai fordulókban, amikor a héten 3 meccset játszottunk, sokat cserétünk, de van több olyan játékos, például a Talabér, a Fodor Feri, a Cseri, a Gosztonyi, a Lukász, és az utóbbi időben már a Horváth Adrián, akik szinte végigjátszották a meccseket, és ez már érződött, a frissesség hiánya miatt picit lassabbak lettek, lassabban gondolkodnak, lassabban cselekszenek, és a hátralévő fordulókban újra elő kell vennünk azokat, akik frissebbek, kevésbé érintett őket ez a nagy mesterhelés, és hát meg kell még küzdenünk ezen kívül ezzel a hirtelen jött meleggel is, és a nagytestű játékosok ilyenkor azért lassabban regenerálódnak, nagyobb a folyadékvesztésük, erre is figyelnünk kell már. A forduló további párosítása a következő: Budaörs, Soroksár, Balmazújváros, Szolnok, Zalaegerszeg, Csákvár, Mosonmagyaróvár, Cigánd, Siófok, Szeged, Nyíregyháza, Spartakusz, Békéscsaba, Dorog, Sopron, Cegléd, Puskás Akadémia és Vász, Kozár Misleny.